Reggel 6 óra óta dőbörög a Fehérvár Média Centrum új reggeli ébresztő sója, a hallgatók figyelmére Séda Zoltán számít. A Jó reggelt Fehérvár minden tartalmaz ahhoz, hogy pörgős, vidám és információkban gazdag legyen a reggel. Mindent hallhatnak, amiről tudni kell ahhoz, hogy jól kezdődjön a nap. A 4 órás műsoridő rengeteg lehetőséget rejt, hiszen tematikus napok, beszélgetések, zene és hírek egyaránt szerepelnek a repertoárban. A műsor az egy ébresztő show, tehát azok a műsor elemek, amik show műsorba kell, én azt gondolom, legalábbis remélem, benne vannak a slágerzenék, a régebbi zenék, benne vannak Fehérvárról, hiszen a Fehérvár Média Centrum, illetve a műsornak a szlogenje, hogy Fehérvár első kézből, tehát minden fontos Fehérvár információ benne van. A műsor a közszolgálatiság jegyében készül, a Vörösmarty Rádió hullámhosszán az FM 99,2-es megahertzen szólal meg. Meg kell élni valamiből, s legyünk őszintén, a költségvetés rengeteg helynek szól, azért merész dolog ez. Minden korosztályt megszólít és számos új elemet tartalmaz. A Jó reggelt Fehérvár vendége volt Tóth Kristóf, a Passzó együttesből, aki nagyon jól érezte magát a műsorban. Most, amikor még hallgattam kint a felkonfokat, akkor is mosolyogtam magamban. Tényleg jó hangulatú kis műsor ez, úgyhogy... Kicsit feszült voltam amiatt, mert jó nagy dugóba keveredtem, amikor jöttem ide, de nagyon gyorsan feloldottam, amit hallottam, hogy milyen jó hangulat van itt. Ébredjenek önök is velünk, kezdjék a napot a Fehérvár Média Centrum Jó reggelt Fehérvár című rádióműsorával.